a Pécsi Pszichológiai Intézet egy blokja következik. Én kezdem, utánam fiatalabbak és szebbek jönnek. Van egy kutatócsoportunk, ahol is mondjuk így a kérdéseket és a megoldandó feladatokat az evolúciós keretből nyerjük, a predikciókat, a hipotéziseinket. De általában az eredmények már túlmutatnak az evolúciós attitűdön, evolúciós szemléleten, azok már más pszichológiai disziplinák határterületére is betévednek, és ott különböző offenzívákat követnek el. Az egészet, hogyha egy ilyen szociális evolúciós konstrukcióba kezdjük, akkor azt lehet mondani, hogy természetesen az emberi evolúció egyik legfontosabb lépése az enkefalizáció. Ugye az látszik, hogyha egy rézuszt, egy csimpánzt és egy majom agyát összehasonlítjuk, micsoda növekedés ment végbe, és főleg az utolsó 2 millió év alatt, a Homo erectus megjelenése óta, és ez főleg az agykérekben ment végbe. Na most Robin Dunbar, liverpooli, most már oxfordi kollégám mutatta ki először azt a összefüggést, hogy hát az agykéreg relatív mérete szorosan összefüggésben áll a csoport méretével. A fekete pöttyök azok főemlősöket, nem emberszabású főemlősöket, a fehér pöttyök pedig az emberszabásokat jelzik, az a kocka ott pedig magát az embert. És ebből az extrapolációból lehet látni, hogy az ember nagyjából 150 fős csoport jellemzi, és valóban a vadászfogyűjtögető társadalmakban körülbelül azok a közösségek adnak ki 150 főt, ahol az emberek még személyesen ismerik egymást. Tehát a legnagyobb olyan emberi közösség, ahol az emberek személyes kapcsolatban állnak egymással. És hát, és egy picit visszamegyünk, azért lehetséges az összefüggés, mert minél nagyobb a csoport, annál nagyobb követelményeket támaszt ez az agy információfeldolgozó kapacitása elébe. Tehát, hogy a szociális életi rendkívül komplex, gyorsan változó kihívásai, azok nagyon hatékony információfeldolgozó mechanizmusokat igényelnek. Minél nagyobb a csoport, annál bonyolultabb, komplexebb agyi tevékenység szükséges. Olyan feladatok megoldására, mint hogy szövetségeket kell kötni, meg kell ismerni másoknak a viselkedési szándékát, ezt be kell építeni a saját viselkedési stratégiánkba, különböző stratégiai kimeneteket kell megfogalmaznunk, manipulálni jó dolog másokat, de úgy, hogy a csoport lehetőleg ne essen szét, az még jobb dolog, ha mások felénk irányuló manipulációit megpróbáljuk kivédeni, és így tovább. Azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen az együttműködés és a versengés az, noha, mint korábban elhangzott, nagyon szorosan összefügg, és talán nem is lehet dihotom kategória párba rendezni. Azért úgy tűnik, hogy specifikus kognitív algoritmusok alakultak ki, de olyan idegrendszeri központokról lehet beszélni, amelyek mind a versengésben, mind az együttműködésben jelen vannak. Ilyen például az elme teória. Szóval azt gondoljuk, hogy az elmolvasó képesség egy ilyen neutrális kognitív eszköz, amely mind a megtévesztésben, mind pedig az együttműködésben jelen van. Ezt a többféle vizsgálatot végeztünk ennek kapcsán, még az egyik legelsőt szeretném bemutatni, amit Pál Tündével végeztünk. Itt felnőttkori elmeolvasó képességet mértük történetek alapján, és ezek a történetek, egy egyszerűt szeretnék itt most bemutatni, valamennyien a csaláson, a megtévesztésen, valamilyen információ elhallgatásán alapul. Ezt a kísérleti személyeknek el kellett olvasni, vagy pedig meghallgatták, amikor felolvastuk őket, és aztán válaszolni kellett különböző kérdésekre. És akkor különböző állításpárokat kaptak a kísérleti személyek. A A és a B közül kellett kiválasztani, hogy melyik a helyes, tehát hogy következtetni kellett a történetben szereplő személyek mentális világára, gondolataira, képzeteire, elképzelésére. Hibapontokat gyűjtöttünk, tehát itt volt egy egyéni szóres, egyéni különbség, volt, aki jó elmeolvasónak bizonyult, mert hogy megértette a történetben szereplő emberek gondolkodását, volt, aki rosszabb elmeolvasónak bizonyult, mert kiderült róla, hogy nem mindig értette, nem mindig tudott belehelyezkedni a történet főszereplőinek a gondolkodásába, a mentális állapotaiba.
és hát azt kaptuk, hogy nagyon szoros összefüggés van az elmeteória és a empátia között. Ez azért negatív összefüggés, mert az elmeteóriának a hiba pontszámait mértük természetesen. Olyan módon értelmeztük, hogy természetesen az, aki jó elmeolvasó, az képes megérteni nem csak az, hogy mások valamiben szükséget szenvednek, hanem azt is képesek megérteni, hogy miért van ez, hogy mások mitől szenvednek, mi a problémájuk, mi okozhatta ezt a problémát, így könnyebb segíteni, tehát könnyebb egy empatikus kapcsolatot fölvenni, könnyebben bele tudok helyezkedni mások gondolataiba, és könnyebben tudom azonosulni ezekkel a problémákkal. Ugyanakkor azt is gondoltuk, hogy a másik területen, a versengés területén is az elmeteória nagyon hasznos, egészen pontosan a machiavellista gondolkodásban. Később a kollégáim fognak erről bővebben beszélni, tudjuk azt, hogy hát a machiavellizmus, az a Niccolò Machiavelli Fejedelem című könyvéből származik, pontosabban innen jön az ötlet, és hát valójában azt a viselkedési stílust definiálja, hogy a másik embert eszközként használom föl saját céljaim elérése érdekében. És hát a machiavelli intelligencia, ami egy nagy evolúciós fogalmi kör, de erről most én nem beszélnék, az a hipotézis következik, hogy a sikeres machiavellisták jó elmeolvasók, hiszen ahhoz, hogy sikeresen tudjunk manipulálni másokat, sikeresen tudjunk megtéveszteni másokat, mindig egy lépéssel kell a másik előtt járnunk. Tehát ehhez az kell, hogy sikeresen tudjunk mások gondolataiban olvasni, jól tudjunk következtetni, jól tudjunk predikciókat tenni mások vélhető gondolataira, céljaira, szándékaira, képzeteire. Szóval, hogy ez egy nagyon szép hipotézis volt, és semmilyet nem kaptunk. Amit kaptunk, az egy totális kudarc, de ez még nem minden, kiderült, és a mostani vizsgálataink is ezt mutatják, hogy nemhogy nincs összefüggés, hanem negatív összefüggés van. Tehát a machiavellisták azok rossz elmeolvasók, legalábbis ez ebben az úgynevezett explicit elmeteóriában. A Judit beszélt arról, hogy és egy nagyon érdekes dolog, hogy a proszelfek azok viszont a Baronként egész jól oldják meg. Ez azt gondolom egy implicit elmeteória. Azért implicit, mert itt a viselkedés látható jeleire, látható kulcsaira reagálok, és ez alapján próbálom leolvasni a mögötte lévő érzelmeket. Tehát ez egy viselkedési kulcs. Amit a történetekben mérek, az meg egy szituáció, egy kontextus. Itt nincs viselkedés, ez egy explicit elmeteória. Ebben rosszabbak, az implicitben nem vagyok biztos, hogy rosszabbak. Most csinálunk ilyen vizsgálatokat, bár más vizsgálatok arra mutatnak, hogy talán abban is rosszabbak, és valóban egyébként a machiavellistákat mindenféle kognitív deficit jellemzi. Azt már látok, hogy rossz elmeolvasók, de hogy az intelligenciájuk is átlagos, meg alacsony érzelmi intelligencia jellemző rájuk. Az érzelmi intelligencia, tudjuk azt, a saját stressz kezelése, mások érzelmeinek a kezelése, ilyesmi. Azt a kérdést tettük föl Esperger Zsófiával, nem tudom, itt van-e ő, azt mondta, hogy itt lesz, de most nincs itt, mindegy, hogy lehetséges, hogy egy kognitív hiányok ellensúlyozására valamilyen motivációs többlettel rendelkeznek a machiavellisták. Szóval azt gondoltuk ki, hogy lehet, hogy a machiavellisták rossz elmeolvasók, azonban másoknál talán motiváltabbak arra, hogy mások gondolatait olvassák. Tehát a motiváció és a képesség két különböző dolog. Képesség arra, hogy megértsem mások mentális állapotát. Ez egy dolog. És törekedni arra, hogy mások fejével gondolkodjak, ez egy másik dolog. Hogyan lehet mérni ezt, és ez utóbbit hívtuk spontán mentalizációnak. Tehát spontán mentalizáció az törekvés, belső motiváltság mások mentális állapotának, gondolatainak a feltérképezésére. Nagy egyéni különbséget kaptunk egyébként, illetve azt vártuk, hogy egyesek jobban, mások kevésbé motiváltak arra, hogy felbecsüljék mások gondolatait, és azt is vártuk, hogy a machiavellisták átlag fölötti késztetést mutatnak a másik fél elmeállapotainak a reprezentációjára.
A vizsgálatban úgy jártunk el, hogy 12 képből álló ingeranyagot adtunk a kísérő személyeknek, és egyszerűen semmi más dolguk nem volt, mint hogy beszélnek ezek a képekről. Néhány mondatban, nem is beszélnek, írjanak néhány mondatos fogalmazást a képekről, és arra voltunk kíváncsiak, hogy amikor interpretálják a képeket, most 4 képet látunk, akkor vajon belecsempésznek ebbe az interpretációba mentalizációs fogalmakat. Tehát például mondjuk ennél a vonat képnél ugye kihajol egy bús hölgy az ablakon, mint egy Babits versnek az illusztráció lehetne, és akkor vonat a képen van, amiben egy lány áll, kikönyököl az ablakon. Hát ebben sok mentalizáció nincsen. De hogy aztán a harmadikat látjuk, gondatlan indulás előtti pillanat, a lány messzire utazik, de nem az ismeretlenbe. Tudja, bármi várja is az út végén, az új lesz és érdekes, az utolsó, stb. Hát itt már bőven van mentalizáció. Azt néztük meg, hogy ezekben a történetekben mennyi a mentalizációs kategória. Természetesen ezt korrigáltuk az összes szavak számára. Ebben most nem akarnék belemenni, meg abba se, hogy hogyan értékeltük ezeket a szövegeket egy ilyen narratív módszer segítségével. Tény az, hogy valóban nagyon szoros összefüggést kaptunk a machiavellizmus, tehát a Mach 4 teszten mért pontszámok, és az ilyen módon mért spontán mentalizáció között. Vagyis azt jelenti, hogy a machiavellisták talán valóban az átlag fölötti motivációval rendelkeznek arra, hogy mások fejével gondolkodjanak, mások perspektívát átvegyék. Tehát úgy mennek bele mások megtévesztésébe, úgy mennek bele a csalásba, úgy mennek bele a versengésbe, hogy igyekeznek minél többet megtudni a másikról. Ez vagy sikerül nekik, vagy nem. Ebben képesség szintjén nem mutatnak többletet, de a motiváció szintjén úgy tűnik, hogy igen. Tehát elképzelhető, hogy a machiavellisták nem is jó elmeolvasók, erős törekvés mutatnak arra, hogy mások fejével gondolkodjanak. A machiavellisták olykor meghökkentően sikeresek. Néha nem olyan sikeresek, nagyon sokféle kutatási eredmény van erre vonatkozóan. Azt viszont tudjuk, hogy a viselkedésük kontextus függő. Általában akkor csalnak, amikor a leleplezés esélye alacsony. Viszont amikor a csalás túl költséges, tehát könnyen felismerhető a csaló, akkor igazában inkább hajlanak valami fajta színlelt, megtévesztő együttműködésre, különösen, ha egyébként az együttműködés nagy nyereséget hoz. Na, egy real life vizsgálatot csináltunk, és ebből több eredmény született, most csak néhányat mutatnék be erről, Birkás Béla és Kerekes Zsuzsa kollégáimmal. A lényege az volt, hogy karitatív szervezet beépített képviselője látogatott el szemináriumi csoportokhoz. És arra kérte őket, hogy vegyenek részt valamilyen önkéntes, vissza nem térítendő jó cselekedetben. El kellett látogatni idősek otthonába, és ott különböző nővéri vagy ápolói munkát végezni, állatkertbe kísérni, fogyatékkal élő gyerekeket, és így tovább. Általában ez egy félnapos elfoglaltság. És jelentkezni lehetett ezekre a segítségnyújtásokra. Az egyetemi hallgatók, nem pszichológusok, egyetemi hallgatók, ha az összest nézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 40%-a jelentkezett ilyen abszolút altruista és nagylelkű gesztusra, amiért semmi nem jár, csak az idejükből vont el egy csomót, ami nem rossz arány, azt gondolom. De hogyha külön bontottuk az egyes szemináriumi csoportok a feltételeit, akkor kiderült, hogy nagy különbségek vannak a tekintetben, hogy ezeket a felajánlásokat mások látják, vagy nem látják. Az olyan publikus csoportokban ugyanis az történt, hogy elég sokan jelentkeztek, elég sokan vállaltak ilyenfajta karitatív segélyakciót, míg az anonim csoportokban, a publikus csoportokban ugyanis lehetett jelentkezni, azért volt publikus, tehát, hogy amikor megkérdezte a szervezet képviselő, hogy na akkor ki szeretne ilyet és ilyet csinálni, akkor én Sós Pista, mit tudom én, ezt és azt szeretném, holnap, jövő héten.
Az anonim csoportokban pedig egyszerűen csak le kellett írni egy papírlapra, hogy mit akarnak, felírni a telefonszámot, hogy később kapcsolatba kerüljünk velük, stb. Kiderül, az anonim csoportokban bizony körülbelül egynegyede vállal segélyakciót azokhoz képest, akik a publikus csoportokban. Most a machiavellistákra visszatérve ez nem túl szerencsés ábra, mert egy kicsit homályos. Lényeg az, hogy ha itt a ugye itt vannak a nyitott csoportok, ez a, akik fölajánlanak segítséget, ezek meg nem ajánlanak föl segítséget. Ez az anonim csoport, fölajánlanak segítséget, nem. Az alacsony machok, tehát akik együttműködők ebben a kategóriában, azok sötéttel, a magas machok, akik a csalók, akik a manipulátorok, azok meg világossal. Na most az az érdekes dolog, hogy a publikus csoportban igazán nincs különbség a magas machosokat tekintve azok között, akik ajánlanak és nem ajánlanak segítséget. Egy picit magasabban nem ajánlók részesedése, de nem nagyon. Ha az anonim csoportot nézzük, ott viszont az derül ki, hogy bizony ugrásszerűen megemelkedik azoknak a machiavellistáknak az aránya, akik nem ajánlanak föl segítséget, azon machiavellistákkal szemben, akik segítséget ajánlanak. Szóval nagyjából az a kép alakul itt ki, hogy a machiavellistáknak van egy opportunista beállítódása. Ezt más kísérletben is egyébként meg lehet, ki lehet mutatni. Szóval amikor a társak figyelme feléjük fordul, akkor elleplezik önző szándékaikat, és egy ilyen szillelt együttműködés, szillelt önzetlenséget mutatnak. Amikor viszont senki nem tudhatja meg a döntéseiket, akkor igazában önérdekkövető magatartásba fordulnak át. Hát egy tipikusan trade-off, vámlés stratégia, ha akkor szituáció. Amikor a csalás költséges, mert leleplezhető, akkor nem csalnak. Igyekeznek magukat elé tolni, és azt mondani, hogy ők milyen jó fiúk. Amikor viszont a csalás nem költséges, mert nem lehet leleplezni, akkor viszont önérdekkövetők és manipulátorok. Azonban a jó hír az, hogy van esély arra, hogy a machiavellisták lelepleződjenek. Egy jelenlegi vizsgálatunkban egy olyan paradigmát használtunk föl, amely nagyjából 10 éve forog az irodalomban. Japánok találták ki, aztán belgák vették át, aztán mi is átvettük, és próbáltuk megfelelni néhány dologgal. Ez a kísérleti paradigma legfontosabb lépései a következők. Lejátszottunk a kísérleti személyekkel egy fogolydilemma játékot. Ugye mindenki tudja, hogy a fogolydilemma játék lényege az, hogy lehet a két személyes játék, lehet a partnerrel együttműködni, és lehet cserben hagyni. A legnagyobb nyereséget akkor könyvelem el, hogyha cserben hagyom a partneremet, feltéve, hogyha az kooperálni akar velem. Ez a legjobb. De természetesen különböző más kimenetek is lehetségesek. Lényeg az, hogy a kísérleti személy tehát együttműködhet, vagy csalhat. Amikor a számítógép kép, ott ül a számítógép előtt, és látja a kísérletvezető instrukcióját, és azt a jelzés, hogy na most akkor nyom meg ezt vagy azt a gombot, attól függően, hogy melyiket választod a döntésedben. Együttműködsz, vagy nem működsz együtt. És amikor megnyomja a gombot, akkor egy webkamera lefényképezi az arcát. És utána ezt az arcot, ezeket a fényképeket, akár tehát csalt, akár együttműködött, ezeket a fényképeket bemutatják olyan embereknek, akik soha nem látták ezeket a fogolydilemma játékban szereplő játékosokat az életben, sem fényképen, és megkérdezik tőlük, hogy szerintük ki az együttműködő és ki a csaló. És kiderül a kísérletből, ezek a független, az utcáról behívott emberek viszonylag nagy biztonsággal meg tudják mutatni a csalókat. Az együttműködőket kevésbé, de a csalókat sokkal nagyobb valószínűséggel felismerik, mint az együttműködőket. Pusztán az arcról. Persze fölmerül a kérdés, hogy, és nálunk is ez történt. Nálunk is ez történt. A kísérleti személyek nagyobb valószínűséggel ismerik fel a csalókat, mint az altruistákat. Valószínűleg tartjuk, hogy a csalás pillanatában olyan érzelmek jönnek létre a csalókban, bűntudat, szorongás, félelem,
káröröm, és így tovább, amely valamilyen módon az arcukra van írva, ezeket detektáljuk. Tehát nem arról van szó, hogy a csalóknak permanens vonásai vannak arra, hogy csalnak a többinek meg arra, hogy együttműködik, és az utcán jövő azt mondom, hogy jó, veled igen, veled meg nem. Tehát, hogy nem valószínű. A kérdésünk az volt, hogy jó, de akkor milyen arcszerületek játszottak ebben szerepet? Ez már a mi vizsgálatunk, most közlés alatt van. És azt találtuk, ja, és ezeket természetesen az Ekman féle kódolási szisztémában készítettük el. Tudjuk, hogy az Ekmannak ez a FAX nevű kódolási rendszere, ez, ha jól emlékszem, 32 action unitot tartalmaz. Ez lényegében abból áll, hogy milyen arcizmok, vagy 23 pár arcizmunk van, milyen arcizmok húzódnak össze és ernyednek el, és ezek egy pillanatnyi konstelláció ad egy motoros mintát az arcon, egy ilyen unitot, egy ilyen egységet. És független elemzők elemzik az egyes arcterületeket, hogy a csalókat mi különbözteti meg a nem csalóktól. És két ilyen specifikus arcterületet találtunk. Az egyik a felső szemhéj lecsukása, a musculus corrugator és a musculus depressor működése. Ez olyan egyébként kár, hogy filmet nem hoztam erről, illetve hogy a webkamerára nem is készült, de egyébként készítettünk. Olyan, mint a kacsintás, tehát olyan mozdulat, de lassúbb, és nem teljesen záródik össze a szemhéj. A másik tipikus pedig a szájszéleknek az összeszorítása, az alsó ajkaknak a lefeszítése, hátra görbítése a risorius és a zigomatikus izmok segítségével. Tehát, hogy a csalók arcát ezek a területek mutatnak nagyobb aktivitást, és azt nem tudjuk pontosan, hogy milyen érzelmek azok, amelyek ezeket generálják, ez egy következő nagy lépés lenne. És persze ennek az ellentetje a megbízhatóság, ami hát megint egy az arcon megjelenő bizalom, a megbízhatóság mint kulcs egy rendkívül fontos inger az együttműködésre hajló csoporttársak kiválasztásában és a csalók kiszűrésében. Itt érdemes megemlíteni Todorovék vizsgálatát, ők mostanában egy nagy karriert futnak be ezekkel a művi arcokkal, mert azt csinálják, hogy egyéni arcokból készítettek egy olyan ingeranyagot, arcokat átlagolva, ahol a viszintes tengelyen azt látjuk, hogy a megbízhatóság növekszik, itt a függőleges tengelyen pedig a dominancia növekszik. De igazából erre koncentrálunk, hogy létrehoztak ilyen meglehetősen művi arcokat, megbízható és megbízhatatlan arcokra, és ezek eszméletlen jól működnek minden műviségük ellenére, tehát hogyha bárhonnan a világról szedünk egy 200 fős populációt, a 99%-a baloldali azt mondja, hogy megbízható, a jobb oldal azt mondja, hogy nem megbízható. Vagy legalábbis egymáshoz a viszonylatában ilyen kategóriák jönnek létre. A mi vizsgálatunkban azt csináltuk, hogy egyéni arcot vittünk bele, egyéni arcokat vittünk bele a Todoróvéknak a megbízhatóság arcába, és a tekintet irányokat változtattuk meg, mégpedig olyan kategóriákban, mint megbízhatóság, együttműködés, vonzerő, stb. És azt találtuk, ja, itt egy újabb, ő a, elfelejtettem mondani, hogy Birkás Béla, aki bal oldalon van egyébként, és milyen megbízható ember lett a jobb oldalon belőle, és Lábadi be a másik szerző, harmadikként én is ott vagyok egy picit, és az eredmény pedig az lett, hogy ami egyébként triviális, de még a vizsgálatoknak a kezdetén tartunk tényleg, hogy a szembe forduló arcok, tehát a szembenéző tekintetű, egyébként megbízható őszinte arcokat tartjuk a legmegbízhatóbbnak és a legbarátságosabbnak. Ugye itt a kettes és a ötös kategóriákban. A kék vonal jelzi egyébként a szemben lévő arcokat, és van a jobbra, bal felé, fölle forduló arcok. Vannak egyéb megbízhatósági kulcsok az arcon, de én ezt most nem mondom, mert elvezem a kollégáimtól az időt. Úgyhogy már csak összefoglalom, hogy azt gondoljuk, hogy a szociális kapcsolatok számos, nagyon különböző pszichológiai mechanizmusokra épülnek,
az együttműködés és a csalás, vagy a versengés taktikái minden társas főemlőse jellemzőek, köztük persze az emberre. Azért alakultak ki az evolúció során, hogy lehetővé tegyék a csoportos életből származó adaptációs problémák megoldásait. Ebből pedig az következik, hogy az együttműködés stratégiái nem egyszerűen az önző biológiai indítékok gátlásának kulturális eszközei, hanem maguk is az evolúció termékei. Köszönöm a figyelmet!